valahogy ez az alaphelyzet, hogy valami más csinálni, mint pusztán lenni, tehát egyáltalán valamit tenni ebben a ajándékkal, a létezéssel. Mint alkotásról beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül létrejöttét, vagyis a rajzolót és a rajzolást. Egy Székely Bertalannak tulajdonított idézet szerint, aki nem tud firkálni, az rajzolni sem tud. Ezt úgy fogadtam el, hogy megengedően rögtön magamra vonatkoztattam. Meghatározott művészi szándék. Sokszor én magam sem fogalmazom meg magam számára. A bennem felgyülemlett közlésvágy általában a panaszaim kiírását jelenti, azoktól kívánok megszabadulni. A boldogságot pedig szinte észrevétlenül fölélem.